A hosszas előkészületek és tárgyalások után végre elindul a munkahelyteremtő beruházás a Szabolcsi megye székhelyen, mondta a bank operációs igazgatója. Tamás Péter kiemelte, idén 50, jövőre pedig 100 főt vesznek fel az új, egyelőre még kialakítás előtt álló központjukba. A call center itt Nyíregyházán kerül kialakításra, több mint valószínű a Boda üzletházban. A bérleti szerződéssel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak, ezek még nem zárultak le, ezért mondom azt, hogy több mint valószínű. A leendő munkavállalóknak minimum érettségivel kell rendelkezni, előnyt élveznek a diplomások, illetve az angol nyelven beszélő kollégák, és természetesen örülünk, hogyha van szakirányú valamilyen gazdasági végzettsége a jelentkezőknek. Ezek a képek még hétfőn a Raiffeisen-es toborzáson készültek a Nyíregyházi Munkaügyi Központban. A jelentkezőknek előminősítő kérdőívet kellett kitölteniük, és azt is megtudták, 130 ezer forint plusz juttatásért dolgoznak. Hatnak majd azok, akiket felvesznek a bank új nyíregyházi call centerébe. Nagy öröm számomra az is, hogy többszörös a túljelentkezés, sőt mondhatom, hogy sokszoros. Ez azt jelenti, hogy szeretnének az emberek dolgozni, munkából megélni és tisztességesen eltartani a családjukat. Most jön még a munka neheze, hiszen ha az információim nem csalnak, akkor 50 főt az idén, augusztustól, augusztus közepétől venne föl a cég, 100 főt pedig jövőre. A megyei kormány megbízott hozzátette, a kormányhivatal keretein belül működő munkaügyi központ előtt bőven van még feladat, hiszen az előszűréseket, a megfelelő jelentkezők kiválasztását a központ szakemberei végzik majd. Vinnai Győző kiemelte, szakmailag hozzáértő, motivált és empatikus embereket várnak a bank új munkahelyeire. Rezsőfi István, a munkaügyi központ vezetője már a további teendőkről beszélt. A munkákra kiválasztott 150 fő már augusztusban képzések vesz majd részt. A képzési költségeket és az úgynevezett keresetpótló juttatásokat a munkaügyi központ finanszírozza. A keresetpótló juttatás ez a most 45 ezer forint körül lesz, amit kapnak erre a 4 hónapos képzésre az ügyfelek, akik hozzánk fordulnak, a kiválasztottak, úgy mondhatom. Utána pedig a létszám felének, azaz 75 főnek a bér és járulék támogatását finanszírozza a munkaügyi központ, mégpedig egy 8 hónapos időtartamra. Cserébe a megállapodás szerint a bank legalább 8 hónapig tovább foglalkoztatja, támogatás nélkül a munkavállalókat.